Önök a heti szakaszt Breyer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Többen elsápadnak, amikor versenyzőnk a kezdés előtt egyenesítgeti a kardját és a penge ketté törik. De ő a settében kapott új kardjával is lekaszabolja a talját. Oda rohanunk hozzá, aki ahol éri csókolja, izgalomtól elájul, karjainkon tartjuk, mikor magához tér sír. Ezzel a győzelemmel a magyar kardcsapat olimpiai bajnok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Akiket itt ért a halál, olykorban éltek, amikor ember az ember ellen, magyar a magyar ellen fordult egy őrült és gyilkos eszme nevében kirobbantott háború. Ki kell mondanunk, hogy soha nem bocsáthatunk meg azoknak, akik fegyvert emeltek ártatlan emberekre. Ki kell mondanunk, hogy utolsó hazárulóként tekintünk azokra, akik képesek voltak elárulni a nemzeti összetartozás eszméjét, és akik állami szintre emelték a terrort, amelynek nevében kezet és fegyvert emeltek saját honfitársaikra. Világos, egyértelmű szavakkal ki kell mondanunk, történelmünk szégyenének tekintjük azokat az időket, amikor államunk vezetői felhatalmazva érezték magukat arra, hogy vérgőzös eszméktől megrészegülve megtagadják a nemzetünkhöz tartozókat. Elvitatva tőlük még a létezés jogát is. 70 évvel ezelőtt nem névtelen, darabra elszámolható bábukat lőttek tömegsírba, hanem embereket, akiknek neve, munkája, élethivatása, családja, szerelme volt. Magyarokat, akikkel egy nemzethez tartozunk. Bárhonnan is indultak, bármilyen Istenben is hittek. Tisztelt jelenlévők, Áder Jánosnak, Magyarország köztársasági elnökének néhány héttel ezelőtt elhangzott szavait idéztem a mai találkozásunk alkalmából. Valahol azt olvastam, hogy az életet nem évekkel, hanem szívdobbanásokkal kell mérnünk. A holokauszt milliárd és milliárd szívdobbanást rabolt el mindannyiunktól, a magyar nemzettől, a magyar sporttól. Elrabolta azt a Pecsauer Attilát, aki életében csapattársaival együtt sok millió plusz szívdobbanást adott a sportért rajongó magyaroknak, hiszen 1928-ban Amsterdamban, majd 1932-ben Los Angelesben tagja volt az olimpiai győztes magyar kardválogatottnak, egyéniben 1928-ban olimpiai ezüstérmet szerzett. És magyarok igazságtalanok vagyunk a legnagyobb sportolóinkkal, mert olimpiai győzelmeik mellett már nem is emlékszünk európai vagy világbajnoki győzelmeinkre. Pecsauer kétszeres Európa-bajnok, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes és három Európa-bajnoki bronzéremmel gyarapította a magyar sport sikereit. Sok milliárd elrabolt szívdobbanás, sok millió részben Pecsauernek köszönhető plusz szívdobbanás. Köszönöm elnök úr a lehetőséget, hogy ma itt veletek lehetek.